Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel. De előtte el kell, hogy mondjam, hogy én ezt az asztrológiát az indiai asztrológia szerint csinálom. Ők másképp számolják ki a horoszkópot, tehát van különbség az indiai asztrológia és a mi asztrológiánk között. De én úgy tapasztaltam ki, hogy ez az indiai asztrológia nagyon precíz, és ugyanazt mutatja, ahogy az asztronómusok is kiszámolják. A mai nap, tehát április 6-án, először megnéznénk azt, hogy melyik elem dominál a mai napon. Nálunk van a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. A külső bolygókat, Uránuszt, Neptunt és Plutót nem veszem számításba. De itt azt is el kell mondanom, hogy az indiai asztrológiában nem foglalkoznak ezzel, hanem ők lezárják Szaturnussal. De én a mi asztrológiánkat tanultam korábban, egy horoszkóp elemzésénél dolgozom ezekkel a külső bolygókkal, de most, hogy így az elemeket illeti, ezt csak Szaturnusig tekintjük meg. A tűz elemében van jelen pillanatban hold. Hold nagy hatással van az életünkre. A tűz eleme mutatja a bátorságot, a tetteket, a lelkesedést is. A föld elemében található Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz bolygó. Ez azt jelenti, hogy valamit meg kell, hogy valósítsunk. Valami, ami látható, amit mi meg tudunk valósítani. Az eredményeket szeretnénk látni. Azon kívül a föld eleme mutatja az anyagiakat és a biztonság érzetét. Azt is, hogy sokaknak kell most ez a biztonság érzete. Különösen a szerelem a párkapcsolat területén, mert Mars és Vénusz erre utal. A levegő eleménél van jelen pillanatban Merkur bolygó, az passzol is nagyon jól a levegő eleméhez, mert ez mutatja a szabadságot, ez mutatja a könnyűséget és a kommunikációt. A víz elemében van jelen pillanatban a nap. A nap segít abban, hogy mi valamit megnézzünk, ami számunkra most fontos, amit a nap nekünk mutat. És a víz eleménél az érzelmeinkről van szó. Mindaz, ami az álmainkat, a reményeinket, az érzéseinket mutatja. És pontosan oda kell, hogy nézzük. Az jelenti azt is, hogy most a mélybe kell, hogy tekintsünk. És kell, hogy hallgassunk a belső hangunkra. És e szerint tegyük meg a lépéseinket. A hold a Purva Palguna holdházban található. Ez a holdház mutatja, hogy mi most átélünk egy stádiumot. Az lehet, hogy most minden úgy megáll, de ennek is van egy jelentősége, mégpedig az, hogy tervezzünk valamit, ami összeköttetésben áll a múlttal,
És most a jelen pillanatban kell, hogy legyen egy terv, hogyan tovább, és ezt mi el fogjuk érni. Mert ez a holtház azt is kimondja, hogy azt, amit mi most tervezünk, az elérhető. Az indiai asztrológusok úgy is nevezik ezt a holtházat, hogy egy ilyen égi tűz lejön a földre, az olyan hasonló, mint a görög mitológiában Prométheus, aki átadta nekünk a tűzet, a tűz elemét. A tűz eleme jelent lelkesedést, és pontosan az, ami bennünket most lelkesít, az, ami megvalósítható. Ezt a tűz energiáját a földre átvinni, és a föld mutatja a reális dolgokat. Tehát az, ami bennünket most lelkesít, amik a mi terveink, ez mind megvalósítható, és ez látható lesz, mert elérjük a célunkat. Az, amit most ez a hold energiája ebből a holdházból nekünk mond. Az indiai számítás szerint a hold az oroszlán jegyében áll, de így a határon, mert áthalad a szűz jegyében. És ezt, amit a következő napokban érezni is fogunk, és amíg a hold a szűz jegyében lesz, ezeken a napokon valamit rendbe teszünk az életünkben. Jupiter és Plutó bolygó a Pak jegyében találkozik, és ők együtt hatnak. Jupiter ad nekünk lehetőségeket. Plutó mutatja, hogy milyen fontos most, hogy erre koncentráljunk, milyen lehetőségeink vannak. És a Bak jegye mutatja a célokat. Akármilyen nehéz ez az út, kell, hogy arról gondoskodjunk, hogy ne adjuk fel a céljainkat, hanem ezt el kell, hogy érjük. Akkor is, ha ez még egy ideig eltart. Mars bolygó a Bak jegyében és Uránusz bolygó a Kos jegyében kapcsolatban áll. És ez a kapcsolat a nehézségekre utal. Uránusz bolygó szeretne valamit megváltoztatni. Mars bolygó adja hozzá az erőt. És ez nem könnyű. Nem könnyű, mert ez a kapcsolat mutatja a nehézségeket. Ami számunkra azt jelenti, hogy van valami, amit szeretnénk elérni, a nehézségek ott vannak, és nem tudunk úgy mozogni, ahogy szeretnénk. És ez kihat az idegrendszerünkre is, mert Uránusz bolygó uralkodik az idegrendszerünk felett, tehát kihat rá. És ebben a nehézségben ezt érezni is fogjuk a következő napokban is. Vénusz bolygó közeledik egy kapcsolathoz, Szaturnusz bolygóhoz. Ez kellemes? És ez mutatja azt, hogy mi hölgyek, ez a Vénusz energia, valamit rendben teszünk, és fontos az is, hogy mi adjuk most a biztonságot a szerelem területén, mert Vénusz bolygó arra is kihat, a közeli napokban kihat a párkapcsolatba, és megadja a biztonság érzetét. A nap közeledik egy Neptun kapcsolathoz. Ez a kapcsolat közeli, egy fél szextil. És ez arra utal, hogy valami kivilágosodik, vagy
valami, ami eddig még olyan átláthatatlan volt, és nem tudtuk, hogy mi következik, vagy nem tudtuk, hogy mi várható, minden olyan titokzatosnak tűnt, ez most napfényre kerül. Neptun bolygó hamarosan kapcsolatban áll a mi földünkhöz. Tehát besugároz valamit a földre, amit szintén érezni fogunk, még nem a jelen pillanatban, de közeledik, és ez most már érezhető. Ez a Neptun energia és a kapcsolat a földhöz, ez egy úgy nevezett quincunx aspekt. És ezt úgy tudnám leírni, hogy minden bizonytalan. Nem lehet tudni, milyen irányba mozognak az események. A német nyelvű területen úgy szoktam ezt példával mutatni, hogy képzeljétek el, hogy előttetek van egy inga, és valaki kérdezi, ja mondjátok meg, hogy melyik irányba fog az inga kimozdulni. És mit válaszolnátok rá? Azt mondanátok, nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy balra, lehet, hogy jobbra, lehet, hogy köröz, az is lehet, hogy ki sem mozdul, nem tudjuk. És pontosan ez a Neptun hatás a földünkre, ami most közeledik. És Neptunnál is minden olyan titokzatos. Tehát nincs meg az az irány, amikor mi mondhatjuk, igen, ez lesz, ebben az irányban mozognak a dolgok. Nem tudjuk, fogalmunk sincs. És ez, ami Neptun számunkra hat a közeljövőben. De ennek ellenére fontos azt is megtekinteni, hogy a mi privát életünkben, a párkapcsolatban viszont nagyobb lesz a biztonság érzete és az összetartás. És pontosan ez fontos, mert ebben megbízhatunk. És ez volt a mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket! Dendera!